Együttműködési megállapodás a helyi gazdálkodókat segíti a Mastergood cégcsoport Nyírkércsen. Szélsőségek, van ahol aszály, van ahol belvíz jellemző a Felső-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság vízgazdálkodási területén. Nyáron több hajléktalant látni, a szállókban sokszor túl nagy a meleg, ezért az utcán maradnak a hajléktalanok, vagy a klimatizált, nagyobb bevásárlóközpontokba húzódnak. Együttműködési megállapodást írt alá a Mastergood cégcsoport és Nyírkércs község önkormányzata. A cég ezzel a településen élő vagy gazdálkodó embereken segít, a gabonát tőlük a mindenkori piaci ár fölött veszi meg. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. A társaság célja 3000 forint per tonna extra felárral, hogy az ott élő gazdasági értelemben is biztonságban érezzék magukat, valamint hogy kifejezzék, a Baromfi kópa jövőben is hosszú távra tervez. Egész életemben nem féltem, főleg a munkától nem, kezdte beszédét Bárány László, a Mastergood cégcsoport tulajdonosa. Heteken belül 30 éve, hogy a Baromfi Kóp Kft. Nyírkércsre települt. Innen datálódik a Mastergood születése. A kezdeti 5 munkavállalós vállalkozás az idők folyamán egy európai méretű agrár-élelmiszeripari intézménnyé vált. Miután innen indultak, azt gondolták, egy ilyen mérföldkövet illik illő módon megünnepelni. Hiszen, ahogy a cégcsoport tulajdonosa fogalmazott, aki nem emlékszik honnan jött, az nem tudja merre tart. Az együttműködésünknek egy hosszú távú tartalmi része következik most, ezt írásban is meg fogjuk erősíteni, és hogy ha már a pénzről szó esett, azt ígérjük, és amit mi ígérünk, azt be is tartunk, hogy a településen élők, vagy itt gazdálkodó emberektől a gabonát a mindenkori piaci árak fölött fogjuk megvenni, 3000 forint plusz tonna extra felárat fogunk adni. A célunk az, hogy akik itt élnek, azok gazdasági értelemben is biztonságban érezzék magukat. Akik vezetik a települést, azok lássák és érezzék azt, hogy a Baromfi Kóp Kft. Az egy hosszú távra berendezkedő cégcsoport, hisz nem csak a fiaim, de már az unokáim is ide járnak nyári gyakorlatra, úgyhogy ennek a jövőnek az érdekében teszünk most egy határozott lépést. Bárány László hozzátette, egy vállalkozásnak és egy településnek mindig összhangban kell működnie. Az elmúlt 30 évben mind a kettő nagyot fejlődött. Többek között az infrastruktúra megújítását is segítette a cégcsoport. Ez a 30 év, ez egy folyamatos együttműködésben telt el az itteni cégcsoporttal, és hát ennyi év után érett meg, úgy gondolom, az együttműködés, amelynek a mai napon írásban is formát fogunk ölteni. A cégcsoport családi vállalkozás révén nagyon közel áll az emberekhez, és a tulajdonos ügyvezető mindig elmondja, hogy nagyon sokat köszönhet a kércsi embereknek, mert az ő segítségükkel tudott a vállalkozása nagyjá fejlődni. És a támogatásukat azt 30 éve folyamatosan érzi a település, a legnagyobb adózónkról van szó, adományokkal, különböző támogatásokkal segíti a települést. A cégcsoport ajánlatával a nyírkércsi gazdálkodók és agrárvállalkozók kiemelt támogatásban részesülnek. A megállapodás nem csak azokra vonatkozik, akiknek itt van állandó lakhelye, hanem azokra is, akik itt gazdálkodnak. Aszály és belvíz is jellemzi a Felső-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság működési területét, míg a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék miatt egyes helyeken belterületi védekezésre van szükség, addig a folyók vízállása alacsony, egyes területeken pedig vízhiány jellemző. Vízminőségi problémákat, víztöbletet és vízhiányt is észlelhetnek ezeken a kamerákon keresztül a Felső-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság szakemberei. Minden lényeges adatot látnak, az igazgatóság összesen 200 távmérő állomásból álló rendszert működtet. Az állomások közül 50 Ukrajnában, 150 pedig a Feti vízik területén található. Az eszközökön 5 perces gyakorisággal követhető, hogy egy-egy állomáson szükséges-e valamilyen beavatkozás. Az elmúlt időszakban a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék okozott több területen problémát.
A mi működési területünk rendkívül összetett, egyszerre jelentkezik az aszály és a belvíz, illetve a víztöblet problémaköre. Jelen esetben ugye a szélsőséges időjárási körülmények miatt ez jelen esetben is megtörtént, tehát a Felső-Szabolcs alsóöblözetben másodfokú belvízi védelmi készültség van, itt vizet kell átemelni a Tiszába a belterületek és a szántóföldek mezőgazdasági területek védelme érdekében, azonban a nyírség ettől függetlenül vízhiányos maradt, ugyan most nincs a felszíni aszály jelen pillanatban a csapadéknak köszönhetően, de ettől függetlenül még a talajvízszintek nagyon mélyen vannak. Tehát konkrétan átlagosan 4,5 méter mélyen van a talajvíz, a nyírségben ennél is mélyebben 5 méter 40 centin, ez az átlag alatt van jóval, tehát ahol viszont szükséges, ott vizet tartunk vissza. A vízügyi szakemberek szerint a viharos időszakok után elsősorban belterületi védekezésre van szükség. A folyók vízszintje továbbra is alacsony, ám ahol lehet, a víz visszatartására is törekszenek. A tározókban jelenleg 18 millió köbméter vizet tartanak vissza a Feti vízig működési területén, amely 73%-os feltöltöttségnek felel meg. Sajnos, mivel ez lokális, és ez általában a városokban belterületi elöntéseket okoz, de ez sajnos területi szinten nem emeli meg a talajvizet. Tehát ennek inkább negatív hatásai vannak a hirtelen lezudoló nagy csapadéknak, akár garázsokat, belterületi területeket önt el, viszont sajnos jobb lenne egy egyenletes területi csapadék, azt tudná megemelni a talajvízszinteket, de az is csak hosszabb távon, illetve ahhoz, hogy mi a talajvizeket úgymond rendbe tegyük, ahhoz majd nagy vízgazdálkodási, vízpótlási, mint a nyírségvízpótlás, vagy később majd a keletnyír, bereg, tehát nagy vízpótló beruházásokra lesz szükség. Az idei év eddig csapadékosabb az átlagosnál, míg az első fél évben még az asszály jelei mutatkoztak, addig júniusban az átlagosnál 40%-kal több, 106 mm-nyi csapadék hullott a térségben. Lokálisan ennél is nagyobb mennyiséget mértek, például Tiszabercelnél, ahol egy nap alatt 126 mm eső esett, ami másodfokú belvízvédelmi készültséget eredményezett Felső-Szabolcs alsó öblözetében. Rosszul lett egy személygépjármű vezetője tegnap délután a 4-es számú főútvonalon Újfehértó belterületén. A sofőr neki ment egy szemből érkező terepjárónak, majd a mögötte érkező gépjárműnek is nekiütközött. A balesetet okozó gépjármű vezető a balesetben megsérült, a mentők a helyszínen ellátták, majd kórházba szállították. A két gépjárművet csak műszaki mentés segítségével tudták a helyszínről elszállítani. A rendőrség eljárást indított a baleset okának vizsgálatára, az anyagi kár igen jelentős. Ma már 10 hajléktalan ember közül 4 elmúlt 60 éves, és minden tizedik 70 évesnél is idősebb. A szálok sokszor zsúfoltak, és általában nagy a meleg, ezért inkább ők is az utcán maradnak, vagy klimatizált nagyobb bevásárlóközpontokba húzódnak, ha tehetik. Ezért van az, hogy a nyári hónapokban több hajléktalant láthatunk, mint a téli időszakban. A segítő szolgálatok ezekben a hónapokban különösen odafigyelnek rájuk. Egy a hajléktalanok körében végzett február 3-ai országos mérés szerint egyre több közöttük az idős, beteg, munkaképtelen ember. Az ő szervezetüket sokkal jobban megviseli a nyári kánikula, mint azokét, akik egészségesen be tudnak vonulni egy klimatizált helyiségbe. A Periféria Egyesület 2 utcai gondozó szolgálatot működtet Nyíregyházán a hajléktalan emberek megsegítésére. Nekünk szociális munkásoknak feladatunk az, hogy így a nyári melegben is óvjuk őket, és hogy ellássuk őket olyan eszközökkel, mondjuk, és az ivóvíz ez abszolút ide tartozik, amelyekkel át lehet vészelni ezt a nagyon nyári meleg időszakot. Ugye ez a vörös kódjelzés, amit a nagybelegben is kiad a minisztérium, ez arra hívja fel a figyelmet, hogy a hajléktalanokra fokozottabban odafigyeljünk, és bőve folyadékkal lássuk el őket. Ezt egyébként a lakosság is megteheti, tehát ha valaki mondjuk szeretne ivóvízadományt felajánlani hajléktalan embereknek, akkor ezt a Periféri Egyesületen keresztül megteheti, és mi eljutatjuk számukra a vizet.
A hőség túlélésében az árnyék is sokat segíthet a hajléktalanoknak, ezért láthatjuk őket ilyenkor sokszor a köztéri padokon, vagy ha tudnak, behúzódnak a nagyobb bevásárlóközpontokba. A szakember elmondta, nem nőtt a hontalanok száma, csak látványosabb a jelenlétük. Ők is azokon a helyeken válnak láthatóvá, amelyek közterületek, forgalmas helyek, ahol az emberek jó indulatára, segítőkészségére számíthatnak, és hát ezek leginkább ugye a belső városi területek, és hát vannak olyan hajléktalan emberek is, akik meg kifejezetten kerülik ezeket a belső város részeket, és nem szeretik a tömeget, nem szeretik a nyüzsgést. Ők ugye nyilván külsőbb területeken tartózkodnak. Sok esetben az ő felkeresésük sokkal nehezebb, mint azok, akik ott vannak a belső városi területeken. Akik belül vannak, azokhoz több minden jut el, így lakossági felajánlásokból is, akár ha csak valaki megy az utcán, észrevesz valakit egyszer, vagy rendszeresen elkezdi őt támogatni, még ugye azok, akik külső területeken tartózkodnak, hát hozzájuk legtöbbször a szociális munkásaink jutnak el, ők tartják velük a kapcsolatot. És segítik őket a napi szükségletek ellátásában, vagyis élelmiszert, vizet, tisztálkodási eszközöket és az időjárásnak megfelelő öltözéket visznek nekik. Öt kutya talált szerető új gazdira pénteken a Nyírvévé Nonprofit Kft. Rendkívüli örökbefogadási napján, pénteken meghosszabbított nyitvatartással reggel 8-tól este 6 óráig várták Nyíregyháza Oroson az állategészségügyi telepre azokat, akik az ott gazdára váró házi kedvencek közül szerettek volna örökbefogadni. Azt szoktuk mondani, az egyedüli kritérium, hogy legyen meg a leendő gazd, illetve a kutya közt a kölcsönös szimpátia, a többi az úgyis a gazdinál fog kialakulni, de minden esetre az biztató jel, hogyha már itt megvan ez a kölcsönös érzés. A magyar és nemzetközi géptörténet számos csodája elevenedett fel a közönség kedvéért a 16. gépészkovács találkozón. Az országos rendezvényt a hagyományokhoz hűen Újfehértón rendezték meg, összesen 150 kiállító várta a látogatókat. Ismét felvonultak a gépek Újfehértón, ez alkalommal a 16. gépészkovás találkozón. Szilágyi Péter, rendezvény tulajdonos az, aki évről évre élteti a kezdeményezést és meghívást intéz a kiállítókhoz. Magát a rendezvényt elsősorban a családom mozgatja, szabad így fogalmazni, illetve az a szeretet, ami körülvesz engemet, mint a rendezvénynek a tulajdonosát, mind a kiállítók, mind a támogatók részéről. Elmondhatom, hogy most a 16. országos gépészkovás találkozón egy 145 kiállító vesz részt, Vas megyétől Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéig, minden, tehát nagyon sok településről. Nagyon jó érzés, ezt tudom ajánlani mindenkinek, egy sok munkával jár ugyan a szervezés, de nagyon jó érzés, amikor a kiállítók megtisztelnek bennünket, Újfehértót megtisztelik, és eljönnek ide kiállítani, időt, pénzt, fáradtságot nem kíméve. Hát remélem, hogy a mai nap az sikeres lesz, hiszen az időjárás kijavult, tegnap kaptunk egy kis esőt, de az annyira nem befolyásolt a programot. Minden, ami motor, és minden, ami mozgásban van. Azon túl, hogy az esemény szakmai beszélgetésekre és baráti találkozásokra ad lehetőséget, értéket is őriz, mondta Kovács Imre, a Gödöllői Mezőgazdasági Eszköz és Gépfejlődés Történeti Szakmúzeum igazgatója. Az értékmentés ez itt magángyűjtők körében egyedileg történik, de a csoporthoz való tartozás az nagyon fontos, hiszen szeretnék megmutatni ezeket az értékeket, illetve szeretnének egy közösséget alkotni, hiszen maga a szenvedély is közös, az eszközök megmentése által. A találkozó főszervezője az ünnepélyes megnyitón bejelentette, hogy 2025-ben, június utolsó hétvégéjén ismét megrendezik majd a találkozót, töretlenül tovább éltetve a 16 éves hagyományt. Jó hangulatú családi nappal zárta az idényt a nyíregyházi kosársuli, a Szent Imre középiskola udvarán volt főzőverseny, szülők és gyerekek közötti kosármeccs, és a fiatalok is megmutathatták tudásukat. Az NKS sikeres szezon zárt, legfeljebb amiatt lehetnek szomorúak és egyben büszkék, hogy az elmúlt időszak legjobbja Dobó Lilla távozott a csapattól, mivel Budapesten folytatja tanulmányait és pályafutását.
hosszú és rengeteg mérkőzéssel, illetve utazással fűszerezett idény tudhat maga mögött a nyíregyházi kosársuli. Az NKS-nek évről évre akadémiai csapatokkal kell felvenni a versenyt, ehhez képest sorra neveli ki a válogatott játékosokat, Krivacevics Tianától kezdve Farkasinszki Orsolyán át egészen Papp Klaudiáig. Emellett az eredményekre sem lehet panasz, így nem meglepő, hogy egy jó hangulatú családi nappal búcsúztatták a 2023-2024-es idényt. Szuper vasárnapi napra ébredtünk, hál' Istennek nincs az a nagy hőség, ami eddig volt, tehát pontosan ideális arra, hogy egy jó évzáró rendezvényt tartsunk itt a szabadban. Ugye a gyerekek itt éppen mögöttünk kosárlabdáznak, ami óriási dolog, mert egyre többen szeretik nálunk ezt a sportot. Az évünket összegezve egy nagyon szuper évet tudhatunk magunknak, mert minden korosztályunk, amit el kellett érni, azt elérte. Tehát úgy gondolom, nem lehetünk elégedetlenek velük. U11-eseink ugye régiós döntőt játszottak, U12-eseink szakmai tornán voltak, az U14-eseink azok játszottak régiós döntőt is, meg főtáblán is voltak, kadett csapatunk szintén régiós döntőt játszunk, juniorjaink kicsit megfogyatkozva bár, de kiegészítve a kadetekkel egy olyan szuper eredményt értek el, amire ebben az évben nem is igazán számítottunk, tehát ők is egy régiós döntőt játszottak. A kirakat csapat a felnőtt amatőr NB1-ben szereplő együttes, amely a nehézségek ellenére is pozitívan zárta a szezont. Mindent, amit ebben az évben el lehetett érni negatívban, azt elértünk, volt, hogy nekünk sérültünk, betegünk. A szuper dolog, hogy kismamánk is van a képen, a tegnapi nap szülte meg gyönyörűséges pici gyermekét, tehát ez egy óriási öröm volt. Ugyanazon a helyen maradtunk az NB1-ben, ahol ezt az egészet elkezdtük a 14. helyen, tehát a rájátszás az igazából nem osztott, nem szózott nekünk. Tehát én úgy gondolom, hogy ez az év egy méltó lezárása annak, amit mi eddig ezekben az években elvégeztünk. Ezek a gyerekek szuperek, ügyesek, egy halom jó szülővel, itt éppen a szülők sütnek, főznek, arra készülnek, hogy itt a végén itt egy óriási nagy főző versenynél eredményeket hirdessünk, de én úgy gondolom, hogy minden szép és jó. A kosársulisok a hagyományokhoz híven az elmúlt héten egy napközis táborral búcsúztak a szezontól. A csapattól búcsúzott viszont Dobó Lilla, aki Budapesten folytatja tanulmányait és pályafutását, jelenleg pedig az U20-as válogatott edzőtáborában készül a litvániai A-csoportos Európa-bajnokságra. A nyíregyházi játékosok július végén kezdik majd el a felkészülést. Döntetlent játszott szombati felkészülési mérkőzésén a Nyíregyháza Spartacus, az NB1 újonca a szlovák első osztályú Mihalovce együttesét fogadta, a találkozó pedig 1-1-es döntetlennel zárult. Timár Krisztián együttese vasárnap Ausztriába utazott, a csapat edzőtáborban folytatja a felkészülést az új idényre. A másodosztályú Kisvárda szintén a szlovák élvonalbeli klubbal mérkőzött meg a hétvégén, Feckó Tamás csapata a Kassa együttesét fogadta a Várkerti stadionban. Ez a mérkőzés is 1-1-es döntetlennel zárult. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. Együttműködési megállapodást írt alá a Mastergut cégcsoport és Nyírkés község önkormányzata. A cég ezzel a településen élő vagy gazdálkodó embereken segít, a gabonát tőlük a mindenkori piaci ár fölött veszi meg. A társaság célja a 3000 forint per tonna extra felárral, hogy az ott élő gazdasági értelemben is biztonságban érezzék magukat, valamint hogy kifejezzék, a Baromfi Kóp a jövőben is hosszú távra tervez. Az átlagosnál 40%-kal nagyobb mennyiségű csapadék hullott a térségben júniusban. A lokálisan hirtelen lezúduló eső miatt a felső Tisza alsó öblözetében másodfokú belvízvédelmi készültséget rendeltek el a vízügyi szakemberek. A felső Tisza vidéki vízügyi igazgatóság vízgazdálkodási területén jelenleg van, ahol aszály, van, ahol víztöblet jelentkezik a szélsőséges időjárás miatt. Az utóbbi években már nem csak a téli hideg, hanem a nyári kánikula is nehezíti az utcán élő emberek életét, így a segítő szolgálatoknak ezekben a hónapokban különösen figyelniük kell rájuk. A szállók sokszor zsúfoltak, és általában nagy a meleg, ezért inkább az utcán maradnak a hajléktalanok. Július 1-én hétfőn a Kölcsei televízió híradóját látták, kedden este ismét jelentkezünk majd a vármegye legfontosabb történéseivel. Nézzenek minket akkor is, viszontlátásra!
Kedden a keleti országrészben is megszűnik a hőség, a nyugati és a középső országrészben élénkebb, olykor erős, keletebbre mérsékeltebb északi irányú szél fúj. Alapvetően napos idő valószínű, de átmeneti erősebb felhősödések mellett néhol nagyobb eséllyel észak-keleten, keleten szorványos záporok, zivatarok is előfordulnak a nap folyamán. A hőmérséklet maximumai 23 és 27 fok között alakulnak.